Jó estét! Hallom, hogy a Fidesz, illetve a kormány meghívta kampányolni a Dead Kennedys-t, a punk együttest. Mit szólsz hozzá? Ilyen illusztris vendégek. Tele van plakátolva velük a főváros. Nem hát, vágjátok mi? Arról van. Na, emelje fel a kezét, aki tudja, miről beszélek. Na, hát akkor valami. Arról van szó, hogy a Dead Kennedys egy amerikai punk együttes, amelyiknek volt egy olyan nagyon híres fotója, ahol a nyakkendőjük képezte a függőleges vonalat a dollárjelen. Rárajzolták magukra a dollárjelet a fehér ingre, és ez egy ilyen kultikus kép volt punkberkekben. És hát ugye Rogán Antal úgy gondolja, vagy úgy viszonyul ehhez, hogy a tudod, jótól lopni nem bűn, meg a jót ellopni, tehát hogy így valójában minden kreatív alkotás tulajdonképpen bizonyos értelemben lopás, és úgy volt vele, hogy hát ki mástól venni át ezt a kulturális mémet, mint az a hozzájuk annyira közel álló punk mozgalomtól. Orbán a punk. Igen, hát hogy igazából tulajdonképpen valahogy így gondolhatták a maguk szerepvállalását is. De hát ez kulturális hír. Igen, és az a helyzet, hogy akikhez ez nem jutott el, mert azért nagyon sokakhoz nem jutott el, azokhoz most a Habony Árpád és Rogán Antal segítségével azért mégiscsak el tud jutni. Ez a nagyon inspiráló kulturális termék. Tehát eljut a izé mellé, a leves vagy a száraz tészta mellé, igen, a zsákfaluba is. Igen, meg a zsákrumpli mellé. Igen. Na, hát ez pompás. Uh-huh. Minden esetre az azért, hát hogy úgy mondjam, bűzlik, hogy a Gyurcsányról úgy fogalmaznak, hogy megvették kilóra. Ezt azért nem néztem ki, sem az Árpádból, sem a Antalból, hogy ennyire félreértsék Gyurcsányt. Hát Gyurcsány az, aki megvesz kilóra. Nem őt veszik meg kilóra. Hát a Gyurcsány vesz meg kilóra. A Gyurcsány a főnök, a Gyurcsány az, aki mozgatja a szálakat. Érted? Értem. A Gyurcsányt megvették kilóra. Hát ez azt jelenti, hogy azelőtt, hogy megvették a Gyurcsányt kilóra, a Gyurcsány képviselte a magyarokat. Hogy a Gyurcsány egy népképviselet volt? Hogy a Gyurcsány az egy autentikus politikai entitás volt? Csak aztán megvették kilóra? Hát lehet, hát az egész Gyurcsány képünket át kell formálnunk Antalnak az iránymutatása nyomán. És nem így, nem ilyennek ismertük meg a Gyurcsányt, mint akit értem, megvesznek kilóra. A Gyurcsányt ismertük úgy, mint aki megveszi kilóra ott volt az úttörőtábor. Azt például megvette kilóra a Gyurcsány. Nem az úttörőtábor vette meg kilóra a Gyurcsányt. Ennek megfelelően én nem hiszem, hogy ez egy hatékony mondás. Hogy a Gyurcsányt most egy nevezőre hozzuk a Márki-Zay Péterrel, Fekete Győr Andrással, Karácsony Gergellyel, ezekkel a figurákkal. Igazán a Gyurcsány százszor vagyonosabb, befolyásosabb. A Gyurcsány az ellen Orbán. Ő az az ellenzéknek, ami az Orbán az országnak. Hát nehogy már ezekkel a senkiháziakkal egy lapon emlegessük. Tehát az a helyzet, hogy annak a narratívának mond ellent ez a kampány, amit hát felépített a Gyurcsánnyal kapcsolatban, hát egyrészt a Gyurcsány, másrészt a Rogán Antal. De hát azért a Gyurcsány sokat tett ennek érdekében, meg ebben a narratívában azért sok igazság van, ezért is működik. Jó, de figyelj, most egy kampány az... A kampánynak a témája hol van a kollektív emlékezetben? Magyarországon meddig tart a kollektív emlékezet? Én azt látom, hogy már Bicskét elfelejtették. Hány hete volt? Érted? Nem így működik. Nem így működik. Egyik szenzáció jön a másik után. Figyelj! Apropó szenzáció, Magyar Péter kiesik az ablakon?
Hát te most beálltál mögé, mesélj már, hát ott láttalak menetelni a tévébe, vagy nem a tévébe, nekem a YouTube a tévé, na, értitek? Nekem van a tévé, meg a rádió, kész, tehát én a szocializmusba nevelkedtem. Én, tudod, én úgy vagyok vele, hogyha a Fekete Győr Andrást, meg a Gyurcsány Ferencet még nem hagyom magam eltéríteni, meg a Márki-Zay Pétert, meg a Karácsony Gergelyt. Ja, Dead Kennedys még mindig? Jó. Valaki megvette kilóra, hát az alig, hanem Orbán Viktor. Az a helyzet, hogy ők mind a négyen a magyar államtól kapják a fizetésüket. Bármilyen kellemetlen. Guruló forintok képében. Bizony, Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestereként, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként, Fekete Győr András országgyűlési képviselőként és frakcióvezetőként, Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselőként és frakcióvezetőként Orbán Viktortól kapja az utalást minden hónap végén. Na de te... Tehát ha megvették őket kilóra, az nagyon pontos, csak ott nem egy pont van a végén, hanem egy vesző. Orbán Viktor tette. Orbán Viktor vette meg őket kilóra, és pedig azért, hogy nehogy alternatívája képződjön valaha. Ezért vette meg őket kilóra. Na így van ez. Na így teljes a képlet. Te a magyar államot azonosítod Orbán Viktorral? Tehát ha én a tanári fizetésemet megkapom, engem Orbán Viktor megvett, ha nem is kilóra, de mondjuk gramra? Hát, bazd meg! Hát igen. Hát igen, ez a helyzet. Hát igen, ez a helyzet. Ez a helyzet. Na, tudod, abban az országban, ahol pártállam uralkodik, már pedig Magyarországon pártállam uralkodik, ott nem szétválasztható a párt és kurzus vezér, illetve az állam és annak intézményei. Ezek összemosódnak egymással. Értem. Pont ezt jelenti a pártállamiság. Ennek megfelelően igen. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ha jók lesznek a számok, akkor emelek. Akkor mire gondol Orbán Viktor? A magyar államra gondol? Vagy önmagára? Mindkettőre természetesen. Hát ez a kettő egy is ugyanaz. Hát majd Orbán Viktor, ha úgy lesznek a számok, emel. Na most, amikor Orbán Viktor is úgy vannak a számok és emel, akkor nem Orbán Viktor emel, hanem a magyar állam emel. A lónak a faszát. Mindkettő emel. Aha. Így emel együtt a kettő, mert a kettő egy. Kérlek. Na hát ennek megfelelően, aki megvette ezeket kilóra, az Orbán Viktor. És ők megszolgálják az Orbán Viktortól kapott fizetésüket azzal, hogy nem képeznek alternatívát Orbán Viktorral szemben, de elfoglalják azt a pozíciót, ami az alternatívának... Ez már más kérdés, mint a fizetésük, mert akkor kezdj el kampányolni azzal, barátom. Hé, mindenki, aki tanári vagy bármilyen állami cégnél van fizetést kap, titeket megvett Orbán kilóra a kurva anyátokat, kurva jó kampány lenne. Aztán menekülhetnél Bécsbe, vazd meg, de vagy miért? De nem miért? Tudom hova. De várjál, de nem én kampányolok emellett, hogy megvették hanem őket kilóra. Orbán Viktor. Hanem Orbán Viktor kampányol. Na most az a helyzet. És mi lenne, ha azt mondanánk, hogy ne legyen az állam Orbán Viktor, tudod, és aki állami alkalmazott, azért nehogy már azt kilóra megvegyék, csak okay. Mert állami alkalmazott. Én benne vagyok. És mi van azzal, aki 30 éve állami de alkalmazott, mondjuk Orbán Viktor előtt és a Fidesz pártállam előtt állami alkalmazott, őt is azóta már megvették. Nem, az miért van, nem hogy... megy el kapálni? Havas megmondta. Amióta a magyar állam és a Fidesz, mint párt, és az ahhoz tartozó pártelit összefonódott teljesen, szétválaszthatatlanul, összemosódott, azóta bizony a párt hoz döntéseket arról, hogy ki mennyi fizetést kap. Ennek megfelelően a párt vezér dönt erről, hogy ki mennyi fizetést kap. A Kádár rendszerben is így volt. Így van. A Kádár rendszerben... Fábri Zoltánt megvette Kádár kilóra. Az ötödik pecsét után is megvette kilóra. Az biztos, hogy Fábri Zoltán nem mutathatta volna be a filmjeit, ha Acél György nem bólint rájuk. Tudjuk jól, hogy így történt. Tudjuk jól, hogy Acél Györgynek az engedélye nélkül semmi nem
teljesülhetett a magyar kultúrában. Ezt tudjuk. Ez történelmi tény. Igen, de a logikát, a fizetés logikát vigyük végig. Az utcaseprő és az államtól kapta pénzt, Kádár megvette kilóra. Uh-huh. A 10 millió magyart Kádár megvette kilóra. Érted? Tehát, na, vágod, csak mit arról, akarok mondani? Várj, de azzal a... Tudod, a világon semmi baj nincs, ha valaki azért a pénzért, amit Orbán Viktortól kap, elvégzi a munkáját és tanítja a történelmet, vagy a fizikát, vagy a biológiát, vagy ápol, vagy utcát söpör. De amikor az Orbán Viktortól kapott fizetésért, ő eljátsza, hogy itt diktatúra van, és ő a szabadságharcos, aki megdönti a diktatúrát. De addig is kapja a fasz a kis fizetését, és valahogy nem jön el a leszámolás napja, hanem mindig valahogy el van halasztva a leszámolás napja. És mindig újabb és újabb választásokat veszít el. És minden elveszített választás után kiáll, és elmondja, hogy az volt a probléma, hogy ennél sokkal többet kell dolgoznunk. De nekünk, mindörökké csak nekünk. Nem az a gond, hogy mi nem vagyunk alkalmasak. Az a gond, hogy nem dolgoztunk eleget. És ez csak most jutott eszébe Karácsony Gergelynek, hogy elvesztette sorban a negyedik választását. De nem dolgoztunk eleget. Hát végig többet kellett volna dolgoznunk. És akkor leváltottuk volna Orbán Viktort. Na de holnaptól. Sokkal többet fogunk dolgozni. Azért a pénzért, amit Orbán Viktortól kapunk, hogy egy nap leváltsuk. Bizonyára azért utal Orbán Viktor. Jól látjuk, hogy hogy bánik Orbán Viktor azokkal, akiktől tart, és hogy bánik azokkal, akiktől nem tart. Pontosan tudjuk, hogy kik azok. Hát azért jól látható az, hogy például a Torockaival, meg a Gyurcsánnyal azért más a Nexus, mint mondjuk ezzel a Magyar Péterrel most éppen, akitől érzékelhetően jobban tart. Vagy mondjuk amilyen a Márki-Zayjal volt, vagy amilyen előtte a Vonával volt. Azért ezek kiérződnek. Kiérződik, hogy kik azok, akikkel komfortosan vívja a szabadságharcát Orbán Viktor, és kik azok, akikkel meg, hát úgy nem annyira. Inkább aggódik, félti a hatalmát tőlük. Egyébként és általában olyanoktól félti a hatalmát, akik abból a kurzusból jönnek, ahonnan ő. Tehát az ilyen jobb közép, az ilyen Donald Tuskoktól. Az ilyen magyar Donald Tuskoktól jobban félti a hatalmát, igen. Az ilyen Márki-Zay, Magyar Péter, Vona Gábor, ez a jobb közép Vona alternatíva. Gábor nem a jobb középből jött, bazd meg, hanem a... De 18-ban a Dunaparti hungarista mozgalomból. Jaj, de jó, hogy mondod, már majdnem elfelejtettem, de 2018-ban, már jobb közép alternatívaként hívta ki Orbán Viktort. Ez más kérdés, hogy te hiszel-e abban, hogy ő most Saulusból Paulussá változott. Mondhatod azt, hogy egyszer Saul, mindig Saul, ez nem nagyon keresztény, de legalább zsidó, vagy judaista, szellemű. De mondhatod természetesen ezt is. De ő akárhogy is, ő azt mondta, hogy ő most már Pál, és Pálként hívta ki Orbán Viktort, nem Saulként, értjük? És? 10-ben Saulként, 14-ben Saulként, 18-ban meg Pálként. Na most okay? Ezt a... Tehát ez a jobb közép alternatívával szemben Orbán Viktor érzékelhetően egy fokkal jobban felszívja magát, mint a komfortos ellenzékével szemben, mint a háztáji ellenzékével szemben, mint azzal a balliberális ellenzékkel szemben, mai ellenzékkel szemben, amelyik hatalmon összehegesztette neki azt a kétharmadot, amit azóta is bitorol. Fogalmam nincs egyébként, hogy ebben mi a logika, és miért teszi, ha ez így van, mert nem kéne neki, mert egyáltalán semmiféle veszélyt nem jelentenek ezek a úgynevezett jobb középről jött ex-elvtársak. De már csak Orbán Viktort kéne meggyőzni erről. Jó. Okay. Igen. Fideszes volt, nem aztán... Nem volt a kezdetben fideszes, hanem amikor a... Nem a kezdetben volt fideszes, nem úgy volt, hanem amikor az Orbán Viktor megalapította ezeket a polgári köröket, akkor ő alapított egy polgári kört maga is, és ebbe betagozódott ezekbe a polgári körökbe, vagy a polgári körök mozgalmába betagozódott. De hát erre emlékszünk, hogy ez 2002 után történt. Tehát 2002 után volt egy ilyen... Fideszhez való közeledése a Vona Gábornak, de az nem igaz, hogy a kezdetben volt fideszes. Tehát annak előtte nem volt fideszes, annak előtte szerintem a miéphez állt közel.
És te támogatod a családon belüli erőszakot? Tanultam egy kollégámtól, sose ismertem a nevét, Bohár Dánieltől. Jó, én nem vagyok újságíró, ő igen. És egy rettenthetetlen riporter, azt olvastam igen. róla. Nem, ne, én nem ismertem, hát a neve így ismerősen csenged, én nem fogyasztom ezeket az embereket. És NER sajtót nagyon sokszor, de valahogy őt így kikerültem, nem tudom. És hát ezt a kérdést hát muszáj nekem, mint a barátodnak föltenni. Mert én azóta már eladtalak téged, tudod. És ingyen az elaljasodás ízért, élvezetért, gurmé vagyok, tudod, engem a pénz nem érdekel, csak az élvezet. Hát én az az igazság... Na most dadogsz már. Hogy tényleg, nagyon, tehát nem teljesen mindegy, hogy az a nő, akit vernek a családon belül, azt megvették előtte kilóra. Mert ha megvették őket kilóra... Akkor mondjuk, lehet verni, és a pénz kihull belőle. Akkor az a verés, és utána a guruló dollár, amikor kigurul belőle, az ütleg nyomán, azokat jóra lehet fordítani nemzeti célokra. Már látom az Origo címlapján, Puzsérék gúnyolódnak a családon belüli erőszakon, mert ők is asszonyverők és pedofilok egyszerre. Már most látom az orosz címlapon, bazd meg a Kreml magyar hangjába, érted? Ott a orosz zászló alatt Puzsérék gúnyolódnak a családon belüli erőszakon. Ráadásul egy ilyen faszi most mondta, hogy a rongyember vagyok, mert nem hiszem el, hogy Petőfi Barguzinba halt meg. Tudjátok? Hát Petőfi orosz volt, tehát ezt mindenki tudja. Na. Ha viszont orosz volt, akkor öngyilkos lett. Így van. Így van. Hiszen hát így van. Történelmi tényeket meg kéne őrizni. Igen. Na, szóval a családon belüli erőszak. Arról van szó, hogy ez a feminista gúnya, ez a Me Too póz, ez nem áll rajtuk fittül. Vakkomondor. Nem áll az édesanyán. Vakkomondor. Nem áll. Tudja-e valaki, ki volt az a vakkomondor? Hát ennyit a kollektív emlékezetről, basszátok politikai meg. Újszülöttek. Hát ez az. 10 éve volt a buli? Már több, mint 10 éve. Igen. Nagy izé volt, egy fideszes képviselő? Fideszes képviselő, állítólag megverte a feleségét, de azt vallotta, de ilyen agyba főbe, hogy az asszony átesett a kutyán. Ott állt egy vak komondor. A komondor de ugye vak volt a komondor. Nagy, vak volt a komondor. Ilyen tudod? Nagy pásztor kutya, és átesett rajta az asszony ott a lépcsőn. És ez volt a mondás, tudod? És az asszonynak földagadt arccal, és a, tudod, a fideszes politikus magyarázza, hogy átesett a vak komondoron. És az egésznek volt egy annyira Monty Pythoni bája, teljesen. Hogy rögtön az egész hazaáruló lipsi horda elkezdett ezen rövni, hogy vakkomondor, és készültek ilyen mémek, hogy a vakkomondor ilyen sötétített szemüveggel, és fehér bottal állt a vakkomondor, és esett át rajta az asszony. És nyilván vak kellett, hogy legyen a komondor, hogy útban feküdjön. Tehát ott kellett feküdni, meg kellett vakulni a komondornak, hogy a családon belüli erőszakot elkövethesse. Na, annak idején... Na igen, és akkor nem volt ez a Me Too feminizmus, tudod? Ezt akarom mondani. De mi se legyünk képmutatók. Én most sem tartom jónak azt a feminista narratívát. Nem, egyikünk se. Nem. Arról van szó, hogyha valakit megerőszakolnak, vagy valakit agyonvernek, családon belül megfenyítenek, vagy rettegésben kell élnie, az forduljon családsegítő szervezetekhez, szociális munkásokhoz, a hatósághoz, a szociális környezetéhez, barátaihoz, olyan emberekhez, akiktől segítséget remélhet. Ne a nyilvánossághoz! Ne az legyen a megoldás, hogy a kedves Facebook közösségem ments meg a férjemtől. Általában ilyenkor nem a férjétől kell megmenteni, hanem a férjét, aki valamikor bántalmazta,
azt ki kell írni a kultúrából, meg kell semmisíteni, rúgják ki a munkahelyéről, soha többé ne kapjon állást, köpjenek az emberek, ha szembe jön az utcán, és menjenek át a másik oldalra. Általában ez szokott lenni a célja ennek. Minden esetre nem ez az útja, nem ez az útja, mert ez a jogrend megkerülése. Na most az a kérdés, hogyha Varga Juditot bántalmazta a férje, és ez 10 éve folyamatosan zajlik, ahogyan Bayer Zsolt erről beszámolt ma reggel a cikkében. Barátod, Bayer Zsolt megírta, hogy ők ezt 10 éve tudják, hogy ez veri a feleségét. És csak most szól, hogy a Völner Schadl hangfelvétel kikerült. Hát erre várt eddig. És hát hogy tudta volna megvédeni magát a szerencsétlen bántalmazott nő a családban? Hiszen csak igazságügyminiszter volt. Hát hogy? És miért bízott volna az igazságszolgáltatás intézményeiben? Hát neki nem maradt más, mint a MeToo. Nem maradt más, mint bemenni Hajdú Péterhez. Bizony, készül a Hajdú Péter Varga Judit interjúja. Erre mondta azt Orbán Viktor, hogy összenő, ami összetartozik? Igen. Lehet, hogy nem erre mondta. Azt már régebben mondták, igen, és nem Orbán Viktor nem erre először. Mondta, nem erre régi mondta, de erre is mondhatta volna. Szóval... Na, de várjál, még nem magyar péterezünk. Általános elvek, Robi. Itt arról van szó, hogy annak idején miért szerettek minket a jobberek. Volt egy ilyen időszak. Mert a negyed generációs feminizmussal, a politikai korrektséggel, a vókkal, a MeToo-val kapcsolatban nagyon hasonló dolgokat vallottunk, mint ők. Én most is ezeket vallom egyéb iránt. Mintha ők vallottak volna valamit is, vagy bármit is. Ezt akarom mondani, várjál, és emlékszem azokra a beszélgetésekre, hogy hát jó, ilyet nem mondtak, hogy pénz számolva asszony verve, jó? Csak amikor jött a isztambuli egyezményről a vitam, stb. Akkor ezek a kedélyes ilyen jobboldali asztaltársaságok. Hát az az öreg ember olyan szelíd volt, és a felesége mindig provokálta. Hát kellett neki néha egy pofon. Tudod, ilyen szöveg. Most meg feministák. Most hirtelen feministák. Ők meg tudod, mit mondanak? Hogy ezek a ballib feministák, erre is reflektáljunk, korábban mindenből balhét csináltak, most, hogy az ő megváltójuk, jó, megváltó, az Jézus Krisztus, maradjunk ennyibe, tehát most, hogy Magyar Péterrel kapcsolatban ez külön topik, Magyar Péterrel kapcsolatban ez előjön, most a balliberális értelmiség, milyen, meg ezek a feministák milyen egy ilyen szar alakok, kettős mércések, most bezzeg nem jönnek a bántalmazással, de ezt rájuk ugyanúgy vissza lehet ám forgatni. Na, hát mi van a régi ízével, jobber virtussal és antifeminizmussal, meg woke ellenességgel, meg MeToo ellenességgel? Na, csak addig volt nekik az büdös, ameddig nem ők használták, amíg nem ők forgatták. De ez az ellenzékre is igaz, Robi, a faszom tele van ezzel az országgal abból a szempontból, hogy itt minden, de minden napi politika. Okay. Minden. De nekünk nem kell, de tudod, nekünk nem kell most mentegetőznünk. Nekem biztos nem. Neked soha, de most nekem sem. Hiszen mi már annak idején is elutasítottuk a erőszakcselekmények és az azokhoz tartozó sérelmek rendezésének ezt a módját. Igen. Ennek megfelelően tehetjük ezt most is. Az isztambuli egyezményre vonatkozóan nagyon más volt a kritikai narratívája a Fidesznek, mint a miénk. Mi kritikai narratívánk, vagy akkor inkább a magam nevében beszélek, az én kritikai narratívám... Osztottam akkora véleményedet. Az én kritikai narratívám az... Elolvastad végig, még be is számoltál róla. Az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban, hogy az isztambuli egyezménynek a preambulumában tényként jelentik ki azt, hogy az emberiség teljes története során patriarchátus, férfi uralom uralkodott. Márpedig ez nem történelmi tény, hanem ez egy politikai ideológia, amit ők úgy kezelnek, mint egy történelmi tényt. Amúgy az isztambuli egyezmény 95%-ával nem lenne probléma. Az isztambuli egyezmény 95%-a az tényleg a családon belüli erőszakot szankcionálja, és tényleg hasznos lehet
a családon belüli erőszak felszámolásának a társadalmi ügyét tekintve. De olyan fogalmakkal dolgozik, mint például a férfi erőszak, ami súlyosan diszkriminatív, mert nincs férfi erőszak, vagy cigánybűnözés is van. Puzsér magyar gárdás cuccba megjelent annak idején a Facebookon, YouTube-on, és előadta, hogy cigány férfi bűnözés. Akkor, ha jól emlékszem, Medvegy Gábor, erősen feminista és liberális újságíró ment a Magyar Nemzethez, hogy ilyen ember dolgozik maguknál. Kvázi feljelentett. Feljelentett, igen. Egy szóval Robi barátomat mindenki utálja az országban. Én vagyok az egyetlen barátja, úgyhogy még egy darabig. De a herélt férfi szolgák annak érdekében, hogy a heréik fölemelkedjenek, és végre petefészekké váljanak, és a kiürült herezacskók onnantól kezdve szemére majkakként funkcionáljanak, föllépnek velem szemben, és kvázi megharcolják velem szemben ezt a nagy és fontos feminista ügyet, mint például a Medvegy Gábornak ez az ügye. Puzsér, nőgyűlölő, mi tisztességes fideszesek, mindig feministák voltunk. Tudod? Mindig azelőtt is. Na, most... De akkor viszont el kéne tüntetni az összes korábbi ízét, dokumentumot, beszélgetést, minden. De lehet, hogy el is van. Ez az én kritikai narratívám az isztambuli egyezménnyel szemben. Ezzel ellentétben Varga Judit igazságügyminiszterként így fogalmazott. A nők helyzete a legjobb állapotban van Magyarországon. A bántalmazott nő szavai, a rettegésben élő nő. Nem kell választani család és munka között. A kormány fellép a családon belüli erőszak ellen is. Kivéve az igazságügyminisztert. Na jó, hát őt nem lehet megvédeni. Az áldozatsegítésben, szociális és családpolitikában minden védelem adott, mondta a rettegő anyuka. Tudod, pont nem az a kritikai narratíva. Tehát míg a mi kritikai narratívánk az volt, hogy a isztambuli egyezménynek a szelleme az, hát ahogyan a tejcsokoládé nyomokban földi mogyorót, úgy az isztambuli egyezmény nyomokban férfi gyűlöletet tartalmaz. Nem csak nyomokban. És ezt ki lehetne... És ezt ki a lehetne, nyomok más. A helyzet az, hogy simán ki lehetett volna belőle venni, és számos olyan civil szervezet, nemzetközi civil szervezet tiltakozott ezek ellen, a kitételei ellen az isztambuli egyezménynek, amit ha kivesznek belőle, egy széleskörű társadalmi konszenzus alakulhatott volna az isztambuli egyezmény mögött, csak azért sem vették ki. Aha. Na, tehát nagyon más Varga Judit kritikai narratívája az isztambuli egyezménnyel szemben. Varga Judit azt állítja, hogy nincs szükség az isztambuli egyezményre, Magyarországon megvalósult a családon belüli erőszakkal szembeni védettség. Ezt állítja, ezt állította, mint igazságügyminiszter. Akkor még nem tudta, hogy éppen bántalmazzák. Vágjuk le a mondatod végét, Magyarországon már megvalósult a családon belüli erőszak. Itt inkább munkahelyi erőszakról lehet szó. Attól tartok. Tényleg? Aha, az érzésem. Hogy otthon mosogat Magyar Péter, meg veri? Vagy, nem, én azt hiszem, hogy nem a... Tehát ha Varga Judit arról beszél, hogy ő zsarolta a férje, de van egy olyan érzésem, hogy nem a férje zsarolja. Ez Magyar Péter téma, még maradjunk itt. Elfelejtettem. Na, mondjad, Robikám, mondjad. Eleve ez a... Bénult vagyok. Eleve ez a, hogyha eszedbe jut, majd szólj. Az tök mindegy, hogy miről beszélek, az fontosabb lesz. Hát miért nem ismersz? Vedd át tőlem a szót, ha majd eszedbe jut. Robi, itt ül melletted a te vak komondorod. Áteshetek rajtad. Ja. Szóval... Ezt egyébként a jobb helyeken úgy mondják, hogy elcsúsztál, amikor lenyúltál a szappanér. Úgyhogy te szereted az Ami Börtön filmeket, barátom. Jó ez a bűnöző szleng, nem? Azaz. És maga ez az isztambuli egyezmény.
ebben a kifejezésben ízlelgessük egy kicsit ezt, hogy isztambuli egyezmény, mert ebben ez egy, ahogyan beszélünk róla... Erdogan, mint feminista? Az már elmond valamit, tudod, isztambuli egyezmény, hogy így lehessen hivatkozni rá a nyugati világban, tudod, Dániában két dán beszélget, és arról beszél, hogy most, hogy végre teljesült az isztambuli egyezmény, tudod, az Isztambulban ott ezek alapvető normák. Tudod, mintha Isztambulban ezek alapvető normák lennének, és tudatos marketing döntés nyomán vitték Isztambulba ennek az egyezménynek az aláírását, hogy így lehessen hivatkozni rá, mint isztambuli egyezményre. Tudod, ez a harmadik világban ezek már alapvető normák. A szegény kizsákmányolt, de Törökország azért annyira nem harmadik világ. Nem annyira, hát Isztambul nem az. Isztambul nem az. Azért az egy... Isztambul nem az, de a vidék, ja. Hát... Az... Mérés Alföld Magyarországon. Tudod, egyszer, még évekkel ezelőtt ilyen rettenetes képek az újságban, de hát hülyeséget, én élőben gyerekkorom óta kurva sok ilyet láttam. Ilyen, tudod, ez a rettenetes mély szegénység, de az a putri lakó, az azért tetszett, borzalmas állapotok. Csak így mondom egy haveromnak, hogy ez tiszta Brazília. És azt mondja, hogy de miért? Hát egy fordítva is lehet, egy brazil ember idejön, és látja ezt, és azt mondja, hát ez tiszta Magyarország. Vagyis nem, brazil ember kimegy a favellákhoz, hát ez tiszta Magyarország, érted így vissza. Ja, bulvárba az meg, Bolsonaro egy, meghízott. Kettő, a magyar nagykövetségen keresett menedéket az elvtársainál. Hát erre Orbán Viktor is bizton számíthat. A világ bármelyik söpredéke szívesen látja vendégül, ha Magyarországon túl szűk lesz neki a zakója. Meg tudod, ugye erről a zsinóros mentéről jutott eszembe, hogy az olyan fit módon áll a Varga Juditon meg a NER társain. Ez a MeToo-nya, ez meg lötyög rajtuk, tudod? Ja. Lötyög rajtuk. Robi. Van egy imádnivaló történet, a bizonyára láttad a Fekete Tulipán című filmet, amiben Alain Delon kettő szerepet játszik, Guillaume és Julien de Saint-Preux-t. A rablóvezért és az idealista öccsét. Igen, akik mellesleg grófok. Igen. És a rablóvezért és az idealista öccsét. És amikor a végén a rablóvezér megpróbálja kimenekíteni az idealista öccsét a börtönből, és golyót kap, és ott hever a börtön udvarán, akkor azt mondja az öccsének, hogy nem szoktam hozzá a jó cselekedetekhez, megbüntetett az Isten. Aha. Na, ez az érzésem van akkor, amikor a Varga Judit mítúzik. Milyen tudod? Romantikus lettél. Na, éppen akartam neked mondani az igazságot, hogy teljesen belefeledkeztél a saját gondolataidba, elárasztotta a felhő az agyadat. A Fidesz mindig is. Mennyit mutatok? Ez 4, ugye? Igen. 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 Ez 5. Igen. Na, látod? Aki olvasta az 1984-et, művelt ember, tudja, mire gondolok. A Fidesz mindig is a családon belüli erőszak ellen volt, és mindig is a nők jogaiért, a kiskorúak védelméért. Na, igen. De, várjál, most ezen itt poénkodunk, az meg geci nyomasztó, de... A nyomasztó az, hogy a magyar társadalom egy jó része kb. Ilyen. Már agyilag. És nem a jobboldali szavazókra gondolok, unblock, tehát bazd meg. Tehát, hogy elfelejti, hogy mi volt tavaly. De ez a nép elfelejti... De spekulatív ez a feledékenység. Az a helyzet. Spekulatív. Tudod, a hányat mutatok, az a dupla gondol erejével váltja ki azt a reakciót, amit a párt hallani akar. Te látod, hogy hányat mutatok, de miközben látod, hogy hányat mutatok, a közben végigfut egy program a tudatodon, hányat kell látnom ahhoz, hogy ne kelljen a 101-es szobába mennem. És amikor ez már tökéletesen működik, akkor ez automatizmussá válik, és már annyit látsz, amennyit ahhoz kell látnod, igen, hogy ne kelljen. Igen.
Ja, erre de. Mondom azt, hogy persze feledékenyek, csak nem mindig a kicsinyes érdekeik mentén felejtenének el dolgokat, és emlékeznének nem dolgokra. Nem így van, Robi, amit mondasz. Szerintem van a társadalomnak az a tényleg mélye. Azok a nagyon szegény, ők tényleg nem. Tényleg nem. Ők tényleg nem emlékeznek semmire. Orbán Viktor, és nem is érdekli őket. Orbán Viktor áldást adhat a Zsák Krumpli intézményének, így lehet őket jó, ez, is a ez, nemzet igájába fog. Ez állati, egyébként ez nagyon, most nem viccelek, nagyon szomorú. Tehát ne is poénkodjunk, bazd meg, ez kurva nyomasztó, és nagyon szomorú. És tudod, mi az igazán szomorú arról, benne? Igen. Tudod, mi az igazán szomorú benne? Hogy azért elég egy Zsák Krumpli, mert korábban annyit se kaptak. Ja. Mert korábban annyit se kaptak. Ez így van. De miért nem adnak két zsák krumplit? Mert két zsák krumpli ugyanúgy egy egység krumpli, mint egy zsák krumpli. Ennek megfelelően a második zsák krumpli kidobott krumpli. Ja. A Dunába is lehetne szórni a drága krumplit. Hát arról van szó, hogy bármennyit adsz, az egy egység krumpli. Aha. Na, így van. Na jó, figyelj, inkább beszélj már arról, hogy téged hogy legyalázott a Bohár Dániel? Legendák vannak róla. Elolvastam a posztodat. Nem tudtam addig tényleg, ki az a Bohár Dániel, esküszöm. És akkor kiírtam egy posztot, hogy ki az a Bohár Dániel. Állítólag egy ilyen, nem is tudom már mit írtam, ilyen családon belüli erőszak szakértő, nyilván a disszertációját a Vakkomondorból írta, stb. Hát vicceskedtem, és akkor jöttek a komment. Az meg, délelőtt egy ilyen kulturális valamit kitettem, ott órák alatt jött annyi like, mint a Bohár Dánielre 10 perc alatt. Mondtam, hogy az meg, ez híresebb, mint Szent István. Hát milyen kurva nagy ember ez. És jöttek a gerinctelen féreg, senki csúszómászó söpredék, stb. Várj, ez volt a 90%. A csávó odaírta, hogy na, jó kis intellektuális, ez aztán a nívó, odaírtam neki, hogy akkor magyarázd meg te másként, mint a többiek. És ugyanezt mondta, csak szebb szavakkal, érted? Neki az volt a baja, hogy csúnya szavakat használtak. De volt egy fideszes, vagy a faszom se tudja, szerintem az egy orosz, mindegy. És igen, mert ő ilyen a háború óta folyamatos orosz propagandát folytat. Na. És az azt mondta, hogy ez egy nagyon jó eszű, nagyon éles újságíró, aki elől menekültek, és jól megszopatta a te barátodat. Ezt írta nekem a Facebookomra. Na most az a helyzet... Valaki kérdezte, hogy... megkérdem, ki az a Bohár Dániel, másik jobboldali troll kérdezte, ki az a Puzsér Robert, visszaértem, hogy a barátom. Hát most... Na hát egy hangfelvételt elkészíteni valakiről, aki nem tudja, hogy hangfelvételt készítenek róla. Lásd magyar, majdnem magyar Bálintot mondtam. Lásd magyar Péter. Péter versus igazságügyminiszter. Lásd magyar Péter, vagy lásd Bohár Dániel, az akkor törvényes, ha bűncselekményt leplez le. Hát itt már csak a magyar Péternek áll meg a definíció. A Bohár Dánielnek nem teljesen áll meg a definíció. Ez azt jelenti, hogy a magyar Péter a hatályban lévő törvények alapján Ezt most jó, hogy mondtad, mert már akartam mondani, hogy a Orbán Viktor elleni izgatás, az Orbán, bűncselekmény. Ezek orbáni törvények. Aha. Orbán Viktor törvényei. Aha. Ne kövess el felségárulást. Jó. Vigyázzá, öreg. Egy szót sem mondtam. Jó, hát tényleg, szóval, igen. Jó, de engem rádállítottak, tehát most na, érted. Na, folytasd. Szóval arról van szó, hogy Bohár Dániel nem tartja be azokat a törvényeket, amiket Orbán Viktor önkényesen ír, meg irogat át újra, meg újra a konyhapulton. De miért is tartaná be az országnak a törvényeit, amiket tök önkényesen alkotnak, amikor éppen a törvénytelenségeiket fedezik Bohár Dánielnek a elterelésével, meg a összemocskolásával, meg az elhiteltelenítésével. Honnan tudod, hogy hangfelvételt készített rólad? Hát, hogy kirakta a Facebookra. Na, azt nem láttam. Kirakta a YouTube-jára is. Azt nem láttam. És nagyon ciki.
Hát hallgassd meg. Szóval az az érdekes. Majd. Az imádnivaló a beszélgetésben az volt, hogy föltette nekem a kérdést, hogy mi a véleményem vagyis mi a mi véleményünk nekem meg a baloldali barátaimnak. Elgondolkodtam, hogy kik lehetnek, és csak a csunderlik lehet. Ez is kiderült. Merő baloldali. Baloldali. Én is az voltam. Igen, valaha. Igen. És hogy mi a véleményünk a családon belüli erőszakról. És akkor én visszakérdeztem, hogy hát akkor már mondják meg maguk is, így többes számban, hogy mi a véleményük a hivatali visszaélésről, meg a vesztegetésről. És akkor kérdezte, hogy miért ilyen ideges Puzsér úr, amikor a családon belüli erőszak kerül szóba? Hoppá, bazd meg! Az előbb még arról volt szó, hogy a Magyar Péter követte el a családot. De most, hogy én ilyen ideges lettem, ez a vád, ez tulajdonképpen ki lett terjesztve rám is. Hogy úgy indult a beszélgetés, hogy a Magyar Péter által elkövetett családon belüli erőszakról van szó, de most, hogy így alakult, hogy ilyen ideges Puzsér úr, miért ilyen ideges Puzsér úr? Ez jó. Csak nem elkövette a családon belüli erőszak. És akkor ez már olyan volt, hogy bazd meg, ez kurva kemény, és elkezdtem röhögni, mert hát nem bírtam ki. És erre jött, hogy Puzsér úr, ön szerint ez vicces? A családon belüli erőszak? Mondom, hogy hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Először tapasztaltam ezt a megafonos működést, így karnyújtásnyi távolságból, tudod, plasztikus személyes élményt szereztem. Mondom, hogy hát ez nagyon jó, tényleg így csinálják. És mondja, hogy ön szerint nagyon jó, szerintem rettenetes a családon belüli erőszak. Ez vicces. Hát bazd meg, nekem faszom, már... akkor tartottam ott, hogy bazd meg, nehogy már folytassuk ezt a beszélgetést, mert még a végén elkövetem, a picsába gyorsan szakítsuk meg a vonalat. Rosszul tetted, nekem itt kezdett tetszeni. Nekem már szimpatikus ez a bohár. Nem, a te faszoddal verték a csalánt azért, öreg. De én mindig szerettem Kafkát meg a szürrealizmust is, és ez szerintem egyébként egy jó ilyen értelme. Egyébként egyrészt maguknak mondtak ellent, mert a Puzsér mindig ideges mindenre, folyamatosan üvöltözöl. Tehát és ettől a családon belüli erőszak már csak egy lépés. Igen. Meg tudod, mi van akkor, ha valaki nem szereti ezt az üvöltözést? És összekuporodik, és magában, mint Varga Juditnak, egy dalt kell felidéznie, és azt a dalt kell énekelnie, hogy minél előbb vége legyen a rettenetnek, mert hozzávágta a férje a nadrágját. És a csat, ami a nadrágon volt, megütötte a hátát. Éreztem, ahogy csapódik a hátamra a csat. Ez egy ATV-s tévéműsor egyébként. És az a kurva kemény, hogy aztán ezt már a Mondineren úgy interpretálták, hogy csak annyi volt a cikknek a címe, éreztem, ahogy a hátamon csattan a csat. Abból már úgy lehetett érteni a dolgot, hogy az Magyar Péter szíjjal verte az asszonyt, de nem azzal a végével, tudod, amelyiken nincs csat, hanem azzal, amelyiken a csat van. De már majd Bohár Dániel, amikor közös barátunkkal, Kukorelli Endrével beszélgetett a hasonló, hozzám hasonló villáminterjú keretében. Ezt is hallottam. Ja. Akkor a Kukorelli Endre azt találta mondani, hogy hát ilyen azért előfordul a családokban, hogy veszekedés, meg konfliktus, meg ilyesmi. És úgy kérdezett vissza Bohár Dániel, hogy ön szerint ez csak úgy előfordul családokban, hogy szíjjal verik egymást? Hoppá! Tudod, és most nem arról van szó, hogy mit tett Magyar Péter, vagy mit nem tett Magyar Péter, mert ez egy bizonyítási eljárás nyomán derül ki. Arról van szó, hogy mi a vád Magyar Péter ellen. És hát nem az a vád, hogy szíjjal verte a feleségét. A színak de már így idézik a föl. A színak a csattos végével, tudod, ez a... Hú, bazd meg, most azért nagyon beszaradtál, ám azt vágod.
Hát volt az az apu, ahol én megvédtem a atyai pofont, meg a zenmesternek a botütését, és ott te voltál a feminista, az meg. Most nekem szabadkártyám van itt lenni, meg egyáltalán lenni. Én mit teszek, ja Istenem, most, hogy a, hitted, most hogy a jobb oldal feminista lett, bazd meg. Ja, azt hitted, hogy a nemzethez csatlakozol, pedig de elárultad. Nem, elárultam bizony, elbizony. Nagyon hamar változik a politikai helyzet. Bazd meg. De remélem már elfelejtették. Én mindig is elítéltem a zen botütést. Mindig is világ életemben. Úgyhogy hányat mutatok? És tudod, erre a legkevésbé rossz válasz, de még mindig rossz válasz, hogy mennyit kell látnom ahhoz, hogy ne kelljen mennem a 101-es szobába. Igen. Ez sem jó válasz. Ezt a műveletet neked kell elvégezned. A Smithnek kell tudnia. Nem tudhatja meg ezt az O'Brien-től. Nem találnod. Jó, hogy az O'Brien mondja meg. A Smithnek kell tudnia. De azt mondta, hogy annyit, amennyit a párt mond. És akkor erre mit mondott? Ez már... Majdnem jó. Majdnem jó. Majdnem jó. Majdnem jó. Majdnem jó. Na, figyelj, miért álltál te be egy asszonyverő, áruló, dupla nulla... Ja, bocs, ezt megmutatom neked, beszarsz rajta. Kiposztoltam. Képzeld el, több mint 1000 lájkot kapott geci rövid idő alatt, pedig én nem vagyok olyan ismert, mint te. Erre beszarik a Facebookom. Hát beszarok, bazd meg. Na, megvan, megvan. Nézd csak. Bazd meg, erre elment. Na, ezek a... Ezt a izéből csinálták, tuti, ezt a Fidesz csinálta a titkos szobából. Kénytelen vagyok elmondani a szavammal. Emlékszel az izére? Kurva anyját arról van a Facebooknak. Szó, hogy figyelj, emlékszel a nemzeti hip-hopra? A klipre emlékszel? A Bauxit kurvára úgy néz ki, mint a Magyar Péter. De ilyen nagyon. Ma találkoztam vele, és mondtam, hogy te figyelj, Balázs, te tollaiddal ékeskedtem itt, és szereztem ilyen talmi népszerűséget, aztán ő is röhögött, hogy tényleg fiatal volt még. Egy az egybe, minden, az arca, a frizurája, kék ing nyakkendővel, hogy a ténekli ezt a izét, és a hátuk mögött bazd meg ilyen orosz katonák, a Jancsó rendezte, orosz katonák, Magyar Péter, nemzeti hip-hop, amit ugye Curtis-től kezdve már sokan megvalósítottak, a belga bazd meg, ilyen jövőbe láttak, anélkül, hogy tudták volna. Annak idején az a számuk, amikor azt mondták a politikus lemezen, azon még én is rajta vagyok, hogy kurvákra és kokainra, tehát az adófizetők pénzét, nem tudom a verset, kurvákra és kokainra költöm a pénzeteket, és megyek az Adrián, a Adriai tengeren, a Borkait megjósolták, érted? Vagy Magyarország annyira egyszerű képlet, hogy ezeket bárki megírhatta volna. Nem, a belgán olyan döbbenetes, hogy ez mennyire bejött, érted, ez az egész. És orosz katonák és Magyar Péter. Nézzétek meg, nemzeti hip-hop, ez a régi 20 évvel ezelőtt belga klip. És jött Funkadeli, és egy karriert alapozott arra a számra, amit a nemzeti hip-hopra. Igen, amit a belga poénból úgy előadott. Ja. Ő komolyan vette, és magára vette. Most az a helyzet, hogy na, itt van két ügy. Csak... Hát kurvára Magyar Péter, de ilyen beszarásilag. Itt van két ügy. Az egyik az a végrehajtó maffiának az államba való beépüléséről, az igen magas rangú állami alkalmazottaknak, mint például ez a Höllner Pál igazságügyi államtitkár a megvesztegetéséről. Na azért figyelj, ezt a Jobbik, bocsánat, a Mi Hazánk kezdte. És hallgatom a Torockait, aki azt mondja, hogy baromira csalódott a Magyar Péteren, mert ők már eddig is mindent tudtak, és már ők ügyet csináltak ebből. Hát ez az ők kezdték a Schadl-Völner ügyet egyébként, tényleg a Torockaiék. Oké. És azt is mondta, hogy igen, ők ugyanilyen büdös korrupt rezsimnek tartják a NER-t, de... Igen, büdös korrupt rezsimnek tartják, de hogyha a NER-nek éppen valamilyen jó kis törvényre, jó kis
választási törvény módosításra van szüksége, akkor azért ők szívesen benyújtják. Most hallgattam, akkor... Szívesen benyújtják, szívesen beszolgáltatják, és akkor az az élmény, hogy hát az ilyen konstruktív ellenzéki indítványokra a kormány mindig is igent fog mondani természetesen, hogy azért besegítenek, tudod? Azért úgy vannak, hogy persze... Akkor miért kezdték el a Schadl-Völner ügyet? Mert te még nem láttál olyat, mert te még nem láttál olyat, hogy valaki egy rulettasztal mellett a feketére is rak, meg a pirosra is rak, a párosra is rak, meg a páratlanra is rak. Ilyet még nem, ez nem fér az agyadba? Ilyen nem fordulhat. Veled ellentétben nem szoktam szerencsejátékozni. Most is ezt csináltad a tüntetésen. Tényleg mindkettőre raktam? Nem. Szóval. Hülye vagy hozzá, bazd meg. Beállsz, és elveszted a pénzedet, az enyémet is a drága presztízsedet. Szóval, az van, hogy ez az egyik ügy azért egy eléggé közügy. Nem? A Schadl-Völner? Aha. Hát abszolút. És akkor itt van az ellenügy. Ez a családon belüli bántalmazás. Magyar Péter bántalmazta az övcsattal a Varga Juditot, aki tudod, így összekuporodott, és így bemenekült a belső szobába, mert nyilván ismeri ezt, hogy a igazi áldozatok azok olyankor, amikor a rettenet megtörténik velük, akkor egy belső szobába menekülnek, egy emlékbe menekülnek, kimenekülnek a testükből, kimenekülnek a pszichéjükből, kvázi... Így képzik az igazságügyminisztereket Magyarországon. Ő, ami ővele történt, az tényleg közügy? Tényleg ránk tartozik? Mert miért traktálnak, traktálnak vele minket? A Varga Juditnak a rendőrségre kéne bemennie és feljelentést tennie. De ő Hajdú Péterhez megy be. Milyen különös? Milyen különös? Hajdú Pétertől reméli a segítséget? Tudod, az van, hogy de hát nyilván arról van szó, hogy nem hisz az igazságszolgáltatás intézményeiben. Miért is hinne, hiszen csak igazságügyminiszter van. Kettős, Robi, itt most kettős dolog van. Az egyik, eszembe jutott egy ilyen vicces mém, egy csávó kommentelte a posztom alá, hogy mém, lófaszt, egy ilyen vicc, hogy bizonyítékokat hoztam a Kennedy gyilkosság elkövetőire. Válasz. Maga bántalmazza a feleségét? Körülbelül ez. Értem, és kurvára igazad is van. Világos. De a második meg tudod, ezt te is elő szoktad hozni azért ezeket a bántalmazásos dolgokat. Én is elő szoktam hozni ezeket a bántalmazásos dolgokat, de különös módon nem a hangfelvétel nyilvánosságra kerülésének az órájában. Mert az úgy bűzlik. A Bayer Zsolt 10 éve tud arról, hogy a Magyar Péter bántalmazza a feleségét. De 10 év nem volt elég, hogy megírja a Takonygerincűek című cikkét. Milyen kurva különös? Hogy lett takonygerincű ebből az emberből, akinek eddig úgy volt, hogy betongerincű? A betongerincű magyar édesapa. A betongerincű példa minden magyar édesapa előtt, aki 3 fiúgyermek, egészséges, szép, fehér, magyar, heteroszexuális fiúgyermeket nevel. Szőke és Őrájuk lehetett hivatkozni. Igen. Úgy, hogy ők a magyarság következő nemzedéke, és akkor ebből lett takonygerincű, úgy, hogy 10 éve tud erről Bayer. Most mit csodálkozol, Winston? Mennyit mutatok? 3. Jól van. Szóval az a kérdés, hogy ez a Magyar Péter, ez hogyan lett takonygerincű? Talán csak nem úgy, hogy felmondta a hallgatás törvényét, az omertát? Mert a bűnöző szlengben beszélnek így azokról, akik hangfelvételt készítenek egymásról, és így lelepleznek bűncselekményeket, majd mennek az ügyészségre a bizonyítékokkal. Itt azért fölmerült, hogy a bűnszervezetek beszélnek így azokról, így hívják, hogy patkányok. Patkányok, besúgók. Ők, akik felmondják a keresztapának tett hűségesküjüket.
Ez az oka, így lett takonygerincű Magyar Péter, mert föllázott a család ellen, mert bizonyítékot kreált a család ellen, a család viselt ügyeivel kapcsolatban, hogy megsértik azokat a törvényeket, amelyeket kétharmados többséggel önkényesen hoznak maguknak. Nem a gyurcsányi törvényeket, vagy a hongyulai törvényeket kérjük számon, az Orbáni törvényeket 14 éve kétharmados többséggel vezetik Magyarországot. Itt aztán azok a törvények, amiket ők akarnak. És ezeket is megsértik. A saját ügyészségükre viszi be a bizonyítékokat ellenük, és ők most a saját ügyészségüktől tartanak, és így lett patkány, így lett takonygerincű, hogy a ő általuk üzemeltetett, 14 éve teljhatalommal üzemeltetett nyomozóhatóságot értesítik arról, hogy ők milyen bűncselekményeket követtek el a saját törvényeik ellen. Hát igazi patkány. Sok, sokaknak egyébként, tehát egy ilyen vicces jobboldali troll kiírja. Péter mit szól, hogy a leszbika, ez alatt a Magyar Pétert érti. Igen, így van. Ó, ez több rétegű. Várjál, több rétegű. Péter mit szól, hogy a leszbika maffia kormánynak hívta a kormányt? Nagyon jól tudja, hogy mindig Michael Corleonehoz hasonlítom a főnököt. Csinál csúnya dolgokat, de így szeretjük. Szeretjük a maffia kormányt, szeretjük, hogy a Corleone családhoz tartozunk. Köszönöm. Nem a Dopman volt. Azt nem. Az most tabu nekem. Ez izé, tehát izé, persze vicceskedik, de tényleg, tehát nagyon sok jobbernek kurvára tetszik, hogy maffia. Ez nem szitok szó, bazd meg. Már régóta nem az, Robi. Hol élsz te? Mennyit mutatok? Na, kettőt. Igen. Szóval vágod? Vágod. És akkor most fölmondta az Omerta törvényét. Figyelj, beszéljünk erről, hogy te miért bízol ebbe a csávóba. Nos, egyáltalán nem tudom, hogy érdemes-e Magyar Péternek a megváltoztató erejében bízni. Most a megváltót azt hagyjuk. Értjük egyébként, hogy mit jelent a megváltó, hogy az a Jézus Krisztus, de azt is értjük, hogy az szótér. Egy... Szótér. Egyébként az antik világban a szótér, a megváltó, az ilyen nagy hadvezérekre is alkalmazták. Ptolemaiosz szótér, Egyiptom megváltója. Tehát arról van szó, hogy ezt értjük, hogy egy inercia rendszeren belül is értelmezhető, mint egy szimbólum. Világos, világos. Tehát ha a magyar politika állapota egy kárhozat, nem az a fajta kárhozat, mint amilyen a bűnbeesés volt az Édenben, de azért akárhogy is egy kárhozat, akkor ezen az inercia rendszeren belül a megváltót kereshetjük, ami mondjuk a lengyel nemzeti radikális uralom kárhozatával szemben a Donald Tusk lett. Viszont a lengyel nemzeti radikális mozgalom szerinted jóval tisztességesebb, bár nem élnénk annak az uralma alatt, de elismerjük, hogy hisznek valamiben, elfűek, ilyen értelemben, nem is korruptak, tisztességesek. Na az nem, ebben az értelemben... Más országhoz hasonlítod Magyarországot, itt ez a probléma. Ebben az értelemben... Megáll-e az analógia? Ilyen érted? Értelemben nem bűnszervezet. Na. A lengyel nemzeti radikális Kaczynszki-féle, Morawiecki-féle uralom. Na most arról van szó, hogy... A Magyar Péterrel kapcsolatban nyilván nem tudhatjuk, hogyha majd egy nap hatalomra jut, ami kurvára nincs napirenden, hogyha egy nap hatalomra jut, akkor az ő uralma az jobb lesz, mint az Orbán Viktoré. Eddig minden változásról azt hittük, hogy csak jobb jöhet, mindig rosszabb jött. Nyilván nem tudhatjuk. De... jelen körülmények között, abban az állapotban, amiben most van Magyarország, ez a Magyar Péter a legtöbb vagy a legjobb, amink van. Lehetséges, hogy össze fog roppanni a pszichéje ez alatt, a nyomás alatt. Mert én nem gondolom, hogy a Megafon, vagy nem gondolom, hogy ez az
ők úgy hívják, hogy ellenségmenedzsment. Az ilyen lejárató kampányokat ők így nevezik, hogy ellenségmenedzsment. Hogy ez az ellenségmenedzsment, ez arról szól, hogy ez meggyőzzön ellenzékieket. Senkit nem győz meg. Ez nagyjából arról szól, hogy a tábort összetartsa, folyamatosan masszírozza a saját törzstábort, és arra való emellett, hogy megroppantsa a pszichéjét annak, aki a jelölt éppen. Most épp Magyar Péterét. Korábban a Vona Gáborral, meg a Márki-Zay Péterrel csinálták ugyanezt. És nem teljesen hatástalanul. Megroppantsa a pszichéjét. Lehetséges, hogy Magyar Péternek a pszichéje egy ponton megroppan, jönni fognak a pánikrohamok, és el lehet búcsúzni ettől a lehetőségtől, ami most fölcsillant. Nincs kizárva. Az is lehet, hogy Magyar Péter egy nap újra Orbán tenyerébe csap, hiszen nem volt az olyan régen, hogy még a hűségesküje az kötelezte őt. Akkor még betonból volt az a gerince. Az árulókat nem fogadják vissza. Akkor még betonból volt a gerince. De azért tudod, valahol különös módon a Simicska is újra meg tudott állapodni az Orbánnal. De kifizették. De kifizették. Létrejött egy egyesség, visszavásárolták tőle a Magyar Nemzetet, visszavásárolták tőle a Hír TV-t, és ki lett fizetve Simicska. A Hír TV-n pucszerűen foglalták el a Nyergesnek a izéje. Ő volt a közvetítő, nem emlékszel? Téged is akkor basztak. De ki lett fizetve a Simicska Lajos, érted? Aha. Újra meg tudtak állapodni. A Bige Lászlóval is meg tudtak állapodni, tudod? Nem, ez sincs kizárva. Lehet, hogy ez fog történni. Most csak abból tudunk kiindulni, amit jelenleg Magyar Péter mond és előad, és az alapján, amit mond és előad, jelenleg ez a legjobb esélyünk az ellenzékváltásra, a kormányváltásra, a rendszerváltásra. Ebben a sorrendben. Csak ebben a sorrendben képzelhető el. Ha ennek a három lépésnek kimarad valamelyik lépése, akkor a rendszer visszarendeződik. Így és ilyen módon lehet ezt a rendszert lebontani. Na most a képlet az az, hogy egy... A képlet az az, hogy az Orbán rendszer az egy zsák. A Magyarország az a zsákmány. Benne a zsákban. Az ellenzék, a Gyurcsány által vezetett ellenzék pedig az ördöglakat. Ami lezárja a zsákot. Ez az ördöglakat az, amitől nem férünk a zsák tartalmához. Ezt az ördöglakatot kéne kinyitni, ez a feladvány. Ha valaki kinyitja az ördöglakatot, és hozzáfér a zsák tartalmához, akkor szembesülhet azzal, hogy bizony a zsák alján két lyuk is van. Az egyik lyuk az a keleti hitelezőknek a bankszámláira vezet, a másik lyuk az meg Orbán oligarcháinak az offshore számláira vezet. És az a kurva nagy veszély, és a kurva nagy kockázat, hogy mire valakinek vagy bárkinek is sikerül kinyitnia az ördöglakatot, addigra egy színüres zsákot fog találni. Egy színüres zsákba nyílik majd az ördöglakat, mert már minden elfolyt, minden az ország valamennyi java elfolyt a két lyukon keresztül. Ennek megfelelően jelen körülmények között nincs jobb opciónk, mint ennek az ördöglakatnak a kinyitását, arra bízni nincs nagy választék, aki ilyesmire vállalkozik. Kurvára nem hálás feladat. 18-ban Vona Gábor, akire emlékszünk, hogy fasiszta volt előtte. Igen. Én nem. 22-ben mindig demokrata volt. 22-ben Márki-Zay Péter, akire emlékszünk, hogy fideszes volt korábban. Most 24-ben és remélhetőleg 26-ban Magyar Péter kísérli meg kinyitni ezt az ördöglakatot. Érteni kell, hogy aki az ördöglakathoz lép, azt két irányból fogják karaktergyilkolni. Egyrészt a Gyurcsány, másrészt az Orbán Viktor, Rogán Antal, Habony Árpád. Robi. Mindenkivel, aki az ördöglakathoz lép, ez történik. Ez törvényszerű.
Nem, nincs akkora választék, nem vállalkoznak olyan kurva sokan arra, hogy nőverőként állítsák be őket az Origón, meg a köztévében. Na erről szeretnék meg a tényekben. Beszélni. Tehát arról van szó, hogy ez egy elég hálátlan feladat. Most a képlet az az, hogy semmi garancia nincs arra, hogy Magyar Péter leváltja akár az ellenzéket, akár az Orbán kormányt, akár a NER-t. Semmi garancia nincsen arra, hogy Magyar Péter alkalmas arra a szerepre, amit választott, de arra garancia van, hogy ha nem nyitja ki az ördöglakatot, akkor marad Orbán Viktor, akkor marad a türk tanács, akkor marad ez Oroszország, poszt-szovjet közép-ázsiai szellem, akkor marad Magyarország kiszervezése a nyugati szövetségből, akkor marad Orbán Viktor és Orbán Viktor rendszere. Ez garancia. Most eszembe jutott ez az, ami biztos. Most eszembe jutott valami kurva jó, figyelj, sikerül a forradalom, és Magyar Péter, és akkor Orbánt elsöprik, és kiderül, hogy a Kreml pénzelt az egészet, mert Orbán lassú volt és béna. Kurva jó, ezt meg kéne írni ilyen alternatív történelmi regényként. Na. De arról van szó, hogy jelenleg nincsen jobb opciónk, és ennek megfelelően tudod, azt érdemes számba venni, hogy mit nyerhetünk, és mit veszíthetünk. Mit kockáztatunk a változással, és mit kockáztatunk a változatlansággal. Robi, akkor vitatkozhatok veled? És hogyha az a képlet, bocsássál meg egy kicsit, légy szíves. Se az Orbán, se a Gyurcsány nem akarja, hogy kinyissuk az ördöglakatot. Hogyha ez a helyzet így marad, akkor marad Orbán és marad Gyurcsány, ahogyan 20 éve folyamatosan itt van a nyakunkon Orbán és Gyurcsány. És az ő rendszerüket, Orbán és Gyurcsány dihotómiáját nem lehet leváltani. Tehát a képlet az az, bazd meg, hogy az Orbánt és a Gyurcsányt veszíthetjük. Értem. Na most, hogyha te ezeket annyira kurvára félted, akkor remegjen a kezed, amikor a Magyar Péterért nyúlsz. Figyelj, a következő, mit veszíthetünk a hitelességünket. A szónak most abban az értelmében, én végighallgattam a tirádádat, a szónak abban az értelmében, hogyha újra és újra beállunk olyan emberek mögé, aki utána csalódást okoz. Emlékszel te, amikor Márki-Zay elvesztette a választást, a sok gyávaszar még elment mellőle a színpadról is, tudod, az ellen, és ott maradt a családjával, a nyomorult egyedül. És tudod, ezt eljátsszuk 4 évente, mert teszem, az tényleg lehet, hogy igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez a rezsim abszolút leválthatatlan, de Puzsér megpróbálja. Értem az álláspontodat, és bizonyos fokig még respektálom is. Ez a nem biztos semmi, de ha még ezt is föladjuk, akkor menjünk a picsába. Ez a te álláspontod, és ezt tök értem. Még bazd meg, valahol becsülöm is benned. Csak most akkor mérlegezzünk. Most én vagyok itt a kapitalista, tudod, hogy bevétel, kiadás. Csak a másik mérlegben meg, hát a Puzsér már megint, már akkor is ezért tévedett, most is tévedett, és inflálódik a véleményed, a szavadnak a súlya és a hitele. Érted, amit mondok? Értem. Ezt lehet veszíteni, bazd meg. Értem, amit mondasz. Valóban. De magam sem tudom. Valóban ezt lehet veszíteni. De akkor most itt állítsunk egy mérleget. A mérleg egyik serpenyőjében a hitelem van, vagy a szavahihetőségem van. A mérleg másik serpenyőjében meg az ország. Magyarország. És akkor itt ebben a helyzetben nekem kurvára kéne féltenem a hitelességemet. A szava hihető, hogy én, az én véleményemre hívnak, adni lehet. Kéne. És hogyha majd kiderül, tudod, kiderül, hogy majd nem úgy van, és mégsem a Magyar Péter, akkor majd holnap után majd nem fogják elhinni, hogyha majd akkor fogok mondani. Megmondjam, jaj, tudod, megmondjam, úgy vagyok ezzel. Várj, csak hadd mondjam, akkor most én is el. Hogy röviden. Az, akinek fontosabb, az én megmondtam önelégültsége. Akinek a rongy élete, mint az a becsülete, de kurvára ezt izé parafrazeálod Petőfit. Szóval az ezzel beárazza az aggodalmát a hazájáért. Igazad van, Robi, ez érv volt, amit mondtál.
Csak tegyük föl, hogy most már olyan sivár pusztaság van itt, és annyira szörnyű az izé, hogy maradtunk néhányan az országban, akik ilyen nagyjából intakt emberek, még a hülyék is vagyunk, de tudod, amit te régen centrumnak neveztél, én inkább outsidernek neveznék, és adunk valamit az embereknek, és lehet, hogy azt a valamit veszítjük el, ha beállunk valakik mögé. Érted, amit mondok? De érted, tudod, amit mondok? Azt a függetlenséget, amit Márai, mi tolmácsoljuk, bazd meg, Bibót, Márait, Hanvast, Adit, csomó mindent. És az sérül meg esetleg Magyar Péterrel, meg Márki-Zajjal. De mi a Magyar Pétert, meg a Márki-Zajt? Nem a Kosztolányi Dezső, meg a Babits Mihály, meg a Bibó István, meg a Márai Sándor mellé emeljük a kulturális panteonban. Nem azért... ezt mondtam, most direkt félreértesz. Saját magunkat, mint ezek, mint a Bibónak, meg ezeknek a transmittereit. Mert ha ezeknek is a transmitterei vagyunk, és Márki-Zaj, meg nem álltam be már akkor se, már nekem az LMP-vel véget ért ez az egész, hogy hiszek valamibe itt, érted? Márki-Zaj, meg itt tudom én, Magyar Péter, vagy bárki, aki jön csak azért, hogy jöjjön már val, értem, és most felolvasok neked egy levelet, bocs, egy kérdésre, ami egyébként inkább még téged, ide tartozik. Nem, ez most ez pont hozzád, és most egy olyan levelet rám ír egy srác, és nagyon lepődtem. Nem, pont az, hogy nem, hanem olyan megrázó volt. Szia, fam! Amúgy teljesen felesleges beleszállni ebbe a megváltós csúfolódásba. Hát én ugye szoktam ironizálni. Én kelet-magyarországi vagyok, több mint fél éve munkanélküli. Sok helyen dolgoztam gyárakba, ahol leváltott az olcsó munkaerő, ukránok és filippínok. Volt olyan hely, ahol egy hetet dolgoztam, és velem együtt több mint 1000 embert eresztettek szélnek, olyanokat is, akik már több mint 10 éve ott dolgoztak. Ma több mint 10 helyen voltam munkáért könyörögni, sehol se jártam sikerrel, pedig tényleg mindent elvállalok a kerti munkától az éjszakáig, az értelmiségi munkáig, hozzá nekem is. Sajnos tényleg igénye van az embereknek egy megváltóra, főleg itt keleten. Figyeltél a srácot? Neked ad igazat, és nem nekem. Azt mondja, hogy én most mit ironizálok itt a magyar, mert én szoktam, hát igen. De én mindenkin. Még veled is, akit pedig szeretlek, ma barátom vagy. De semmi baj, írja, legalább van idő aput hallgatni, mint munkanélkülinek. A szívem szakadt meg egyébként, és korábban is rám itt más ügyekbe, és én ezt a levelet most pont azért olvastam föl, hogy értem, amit te képviselsz. Csak nálam megvan ez a mérleg, hogy lehet, hogy többet adunk a semlegességgel. Várjál. Mert az Orbán rezsim szerintem totál leválthatatlan. Na, az én egy vallomás és egy kérdés. A vallomás az, hogy nem tudom, őszintén nem tudom, hogy az Orbán rendszer leváltható-e vagy sem. Nem tudom. De tegyük fel, hogy neked van csak igazad. Csak vicceltem. De tegyük fel, hogy neked van igazad, még képmutató is vagy. Potyás és képmutató. Abszolút, de erre büszke vagyok. Na. Szóval, tegyük fel, hogy neked igazad van, és ez a rendszer leválthatatlan. Ebben az esetben az a kérdésem, hogyha ez a rendszer tényleg leválthatatlan, ez felment minket annak a felelőssége alól, hogy megpróbáljuk? Nyilván nem, és itt nem is volt vita, de ott van az egyéb szerepünk, amit viszont kockára teszünk, és lehet, hogy az fontosabb. Az lehet, hogy fontosabb, mint a de direkt ha azzal, politika. De ha azzal, de a figyelj, kulturális szféra fontosabb, mint azzal, a direkt politika, hosszabb távon, tudod. Várjál, de ha azzal a kulturális kreditjeinket feléjük, vagy felégetjük. Igen, erre céloztam. Hogy egy Don Quixote-i szélmaromharcot vívunk, aminek a megnyerésére esélyünk sincs. Így van.
akkor kár azért a kulturális szer, tényleg? Kár. De arról van kár. Szó, hogy pusztán azzal, hogy egy reménytelen küzdelemben próbáljuk megmenteni az országunkat, meg a nemzetünket. Ezek a szavak azért még jelentenek valamit. Számomra, talán igen. Még a, igen. Számomra igen. Talán attól, hogy széjjel közösülte ezeket a szavakat Rogán Antal, még jelentenek valamit. Ez hogy mi egy kétségbeesett küzdelemben reménytelenül, tévedésekkel, hibákkal, de mégis őszintén, jó szándékkal megpróbáljuk egy reménytelen küzdelemben kudarcosan megmenteni az országunkat, ezzel feléjük a kulturális kreditjeinket, akkor azokért a kulturális kreditekért, amiket ezzel fel lehet vajon élni, nem tényleg kár-e? Tényleg kár? Robi, én sem tudok erre 100%-ig igent vagy nemet mondani, de tudod, van ilyen, hogy rövid táv meg hosszú táv. Egy jó király támogatni éri meg, vagy egy szellemi iskolát létrehozni. Na, tudod, az érted, van, amit mondok? Értem, én értem, amit mondasz, de miért zárnák ki egymást ezek? Mert de mi nem a jó királyt támogatjuk, hanem a változás. Ez az ember nem király. Ja, akkor lenne igazad. Nem is ha ez rá, az ember ne, nem igaz, nincs igazad. Félreértettél, ne, rosszul fogalmaztam. Mi azt akarjuk, én hogy ilyen... kinyíljon a politikai küzdőtér. Bocs, nem azt akarjuk, hogy Magyar Péter teljhatalommal vezesse Magyarországot. Magyar Pétert nem őt értettem a jó királynak. Bocs, ilyen ókori példa jutott eszembe. Csak tömören fogalmaztam, hogy mondjuk egy plátóni akadémia azt mondja, hogy egy jó király támogassanak, vagy csak szellemi iskolát működtessenek. Erre gondoltam. Lófaszt arra, hogy Magyar Péter, mint jó király, vagy ilyesmi, nem. Tehát itt félreértetted, nem ezt akartam mondani. Hanem azt akartam mondani, ma Magyarországon, figyelj, tudod, milyen szinten van a politika. És most el szeretnék neked mondani valamit. Ezt elmondtam a Fidesz rádióban a Lentulai Krisztiánnak. És azt mondtam neki, meg a hallgatóknak. Az egy független orgánum. Robi, megígértem 2 évvel ezelőtt, hogy elmentem, az ígéretemet mindig megtartom. Láttad a jó, a rossz és a csúfot? Ott mit mondott a izé, amikor mindenkit agyon lőtt? Én mindig megtartom az ígéretemet. Na, én is ilyen vagyok. És még a végén el is mondtam, hogy máshova nem megyek, bocs, és ide se fogok. Hát, ha máshova is, akkor esetleg. De ott volt egy olyan gondolatom, ami nem ilyen famos vicceskedés, most nem trollkodás. Állandóan jön ez a gondolat, hogy ellenzékváltásra lenne szükség. Ez a te, figyel lesz, ez a te oldaladról is most megfogalmazódott, és gúnyos formában a jobberek is mindig ezt szokták mondani, hogy egy tisztességes, konstruktív ellenzék, nem ez a Gyurcsány, miközben mint egy falat kenyér, annyi nekik a Gyurcsány, tudott. De azért mondják, hogy tűző jó ellenzék, konstruktív. Bazd meg, és mondtam, hogy ezt a problémát, ezt nézzük meg most alulnézetből. Mondjuk egy egyetemi tanár vagyok, faszom tudja, közgazdász, vagy történelem tanár, vagy bárki, és nem tetszik ez a rendszer. A nemzeti együttműködés rendszere nem tetszik. De nem vagyok botrányhős, balhés, nincs közöm a Soroshoz. Mondjuk egy ilyen fiatal Antal József, vagy faszom tudja kihez hasonlítani, tudod. Mondjuk egy ilyen konzervatív, liberális vagyok, és ennek megfelelően én most egy polgári Magyarországot szeretnék, és létrehozok egy ilyen demokratikus mozgalmat, vagy valami, el akarok menni politizálni. Milyen akadályba ütközök? Egy. A meglevő hálózatok közül hova csatlakozok? Mert ha bárhova, már vége mindennek. Tudod, az LMP, amikor ketté szakadt, pedig azért jött létre, hogy egy harmadik alternatívát mutasson, ezért vettem részt benne, tudod, akkor még nem a NER diktatúra ellen ment ez az egész, hanem az országnak ez a rossz értelemben vett kuruc-labanc kettéosztása ellen, emlékszel, te is jó ügynek tartottad, hogy legyen egy harmadik út. Most nem a csurkai értelemben, nem is a angol értelemben, a Tony Blair értelmében, legyen egy ettől a hideg polgárháborútól mentes ügyekért politizálgató valami. Láttuk, mi lett,
ugyanazon törésvonalak mentén szakadt ketté az LMP, és létrejött belőle az SZDSZ meg az MDF, régi terminológiával, metaforikusan értve. És meglevő hálózatokhoz nem csatlakozhatok. Létrehozok egy mozgalmat. Második. Honnan szerzek pénzt? Bárki ad pénzt, ismered a magyar mondást, aki ad kalácsot, az ad tanácsot. Ez egy nagyon korrupt mondásám. Ez egy kibaszott korrupt mondás. Pénz kell egy kampányhoz. Demokráciában is, Robi, demokráciában is, tudod, plakátot ragasztasz, a faszom tudja, önkénteseket toborozol, stb. Kell hozzá, vagy itt tök ingyen. Oké, ezt is átlépi, hagyjuk a korrupciót. Szentek vagyunk, bazd meg. Csupa Gandhi az ingába, ott már Gandhik gyülekeznek, és önkéntesek vannak, és oké, van ilyen, de Robi, jön de a én nem hallgass mondom... végig, mert bonyolultabb, hogy Hont András szokta mondani. Figyelj, most jön a harmadik. Ezen is túlmegyünk a pénzkérdésen, a hálózatokhoz való csatlakozás. Az LMP-t egyiket azért hoztam, hogy a Gyurcsány ellen alakultunk annak idején, és az egyik felét beszipkázta a Gyurcsány, bazd meg, ott kötött ki, mint a Jobbikot, mert ott van az erőtere a ellenzéknek, tudod? A másik fele meg a NER, a gravitáció, ketté szakadt az aszteroida, bazd meg, és a kisebb fele ment erre, a nagyobb fele ment meg arra, te szoktad a gravitációt politikai metaforaként is használni. Na, ezen is túlmegyünk, figyelj, ezen is. És akkor egy tiszta mozgalom, tiszta lelkű emberekkel, na Robikám, és most érkeztünk el a problémánkhoz, hagyd a kibaszott mobilodat, meg kiverem a kezedből. Figyelj, jönnek a pitbullok. Ezt így fogalmaztam a rádióban is. Jönnek a pitbullok és mindkét oldalról. És mindent kiderítenek rólad, és hogyha semmit nem találnak, akkor kitalálnak. Az apád ávós volt, vagy a nagyapád, vagy a anyai nagybátyját férjének bazd meg a nem tudom ki-e, érted? Nem vagyok én Bayer Zsolt. Mindent kitalálnak rólad a pitbullok, és tele lesz a sajtó, hogy te egy büdös, mocskos, kommunista, vagy fasiszta, vagy nyilas, vagy akármilyen féreg vagy, és a söpredék, mert a magyar társadalom aktívan politizáló, ezek az aktivistákra gondolok, azoknak egy része az meg közönséges csőcselék. Idáig züllött Magyarország. Söpredék, érted? És azok azonnal beszopnak mindent. És mennek bazd meg, és szétmarcangolnak a gecibe. Mit akarok mondani? Magyarországon nem lehet politizálni. Nem tisztességesen politizálni, Robi. Semmilyen formában nem lehet politizálni. Ez, ami folyik ma Magyarországon, ez nem politika. Annak nevezik, de ez nem politika. Mivel nincs köze a közügyekhez. Pontosan. Erre mondom azt, hogy az országügyei Orbán Viktoron belül vannak. Jó, de most én nem a csak parlamenten... az Orbánra, ez egy társadalmi probléma, ez nem Orbán Viktor, bazd meg. De hogy jutottunk ide 35 éven keresztül, hogy jutottunk ide? Na most, amikor te az én attitűdömet kéred számon, mert akárhogy is számon kéred... Nem, csak kérdéseim vannak okay. A barátomhoz. Ennek van egy személyes vonatkozása, ez nem teljesen is közügy vagy közérdekű ügy, igen. Ja. Most nekem is coming out-olnom kell a saját. Bohár Dániel lettem igen. Reméljük Bohár Dániel hallgatózik. Én voltam hasonló helyzetben, mint a Magyar Péter. Most nem arra értem, hogy bántalmaztam az asszonyt, majd arról is lesz szó. Téged vertek a nők egyébként, a pusért verték, meg emlékszem rá, jó? Ez kurvára nem tartozik rátok, de olyan jó. Tehát ennek a családon belüli erőszak problémának én voltam a csattos végén. Az ütlegelős végén még nem voltam, de annyi baj legyen. Bohár Dániel a megmondhatója. Szóval, én voltam abban a helyzetben, amiben 18-ban a Vona Gábor, 22-ben a Márki-Zay Péter, most 24-ben a Magyar Péter. Gyurcsány, nem voltál?
Most, most anyázhatunk, anyázódhatunk. Nem, Juhász nem. Péter. Nem a Juhász Péter. A Juhász Péter őt is meg... De a Juhász Péter, nem hívta ki a két kurzust. A Gyurcsány a... nem voltál, az most kurzus? Nem trollkodás volt, Robi, hanem mindenkit automatikusan, hát a Ferinek tudom, ez a lényege. A Juhász, tudom, hogy a Juhász Pétert is karaktergyilkolták, de a Juhász Pétert nem két oldalról karaktergyilkolták. Csak ahogyan egy oldal. A Vonát, ahogyan a Márkizajt, ahogyan a Magyar Pétert, ahogyan engem 19-ben. Én ezt átéltem 19-ben. Amikor elindultam, akkor én egy olyan kampányt akartam, ami Budapestről szól. Egy szakmai igényű kampányt akartam. Egy városlakóknak szóló kampányt akartam. Egy önkormányzati szellemű kampányt akartam, ami Budapestről szól, a tőlünk nyugatra lévő városokról szól, arról a referenciáról, ami alapján a városok működnek tőlünk nyugatra, arról, hogy ma Budapest hol tart, egy diskurzust Budapestről. Ezt akartam. És nekem estek, és kiderült, hogy cigánygyűlölő vagyok. Hát miért nem? Elkezdtek kőkeményen leszámolni velem. Jött Setét Jenő, aki elmondta, hogy én a cigányság ellensége meghalt vagyok. Meghalt, Isten nyugosztalja. Oké. Okay. Na, akkor... Jó, jó. Két oldalról kaptam a karaktergyilkosságot. Tehát van egy ilyen balettáncos megafonos, nem jut eszembe a neve. Apáti Bence. Apáti Bence. Hát az egy izé, ez egy teljes lejárató anyagot gyártott rólam, az ott faszán pörgött a... Nem az Apáti Bence pörgött a faszán, hanem a videó pörgött faszán a Hír TV-n. És emellett... Az Apáti Bence ilyet csinált. Lehetséges, hogy van olyan balettmozdulat, hogy a faszán pörög, de én nem láttam még ezt. Igen, az Apáti Bence ilyet csinált, a Bence. És ezzel párhuzamosan Karácsony Gergely szétplakátolta Budapestet egy olyan plakáttal, hogy Budapest nem bábszínház, nem kell Fidesz báb az élére. És a plakáton... Ennyire nem volt neki fantáziája, mert a Rogán hozta a cirkuszt. És akkor ő meg a bábszínházat, tehát még a Rogánt utánozta a Karácsony. Igen, az volt az a kampány, ahol Rogán Antal azt a fontos, közéletileg, kulturálisan fontos közélést akartak. Puzsér, Karácsony és aki meghalt. A Berki Krisztián. Igen. Na, szóval, és az volt a plakát, hogy Orbán Viktor a kezében tart ilyen zsinegeket, és azokat itt mozgatja, és az egyik zsineg végén ott voltam én. Az Orbán Viktor mozgatta a zsineget, és a zsineg végén ott voltam én. Ez volt Karácsony Gergely kampányplakátja. Most az volna a kérdésem, hogy ez a kampány miben különbözik attól, amit Rogán Antal előad? Miben különbözik? Hol van a tényleges, érdemleges különbség e között a retorika, e között a lejáratás, illetve a rogáni kommunikáció között? Mert most mondtam és, volna, hogy kicsit szarabb. És azóta sem... Jó, hát nyilván ócskább módon van előadva, valóban költségvetésileg van különbség, csak morálisan éppen nincsen. Szóval, és ezt tudod, előadta Karácsony Gergely a kampányban, Karácsony Gergelyt megválasztották, és Karácsony Gergely ezt a lejáratását, ezt az állítását, hogy én Fidesz-báb vagyok, ezt azóta sem vizsgálta felül. Azóta sem volt semmilyen módon rehabilitálva az én személyem ez alól, a vád alól, semmilyen módon. Ez átment. A művelet sikeres volt, Karácsony Gergely főpolgármester lett, és kész. Most itt tényleg van bármilyen különbség? Mert aki látja a különbséget, emelje már föl a kezét. Akkor meséljél, bazd meg. Hát Karácsony Gergely természetesen nem volt a plakáton, hát ő nem Fidesz báb.
Hát hogy lett volna a plakáton? De most könyörgöm, hát ha megvették őket, kilóra plakáton sincsen rajta Orbán Viktor. Na, tehát arról van szó, hogy akkor, amikor engem két irányból karaktergyilkoltak, nagyon kevés olyan közszereplő volt, aki arra a kampánytorgoncára velem fölállt, és hajlandó volt velem közösen utcafórumot tartani. Nagyon kevés. Például a Vona Gábor beleállt ebbe. Például a Konok Péter, Dévényi István odajött, és a kampánytargoncán velem közösen, hát kvázi szolidaritást tanúsított. A fa hol volt? Az ügyem iránt, a kampányom, a szerepem iránt. Na most ennek a iszonyatos nyomásnak, ennek az iszonyatos kétoldalú karaktergyilkosságnak a nyomán én is megátalkodtam. És azt mondtam, hogy basszátok meg, így megy ez? Akkor most ezt a Budapest ügyet, ezt legalábbis megosztjuk a közfigyelmet. Természetesen Budapestről is beszélni akarunk, természetesen van mondásunk Budapestről is, de akkor fölvesszük a kesztyűt, és beleállunk ebbe a dologba, és akkor meghirdettem, hogy ellenzékváltás 2019. Oké, akkor játszunk így. És tudod, a Márki-Zay Péterrel is valami hasonló történt. Ezért karaktergyilkolják őket, hogy ne tudj az ügyedre figyelni, hanem kezdjél el vagdalkozni. Rogán Antal ellen menjél bele egy adokkapokba. Ne... Felejtkezz el egy kicsit a küldetésedről, és ez az ütésváltásba. És a Rogán Antal hisz benne, hogy ő üt nagyobbat, tudod? És végül te fogsz lefeküdni. És valószínűleg a Magyar Péter fog előbb lefeküdni. Hadd mondjam végig, bazd meg! Arról van szó, hogy engem, aki ebben a helyzetben voltam, amiben a Magyar Péter most, aki ebben a helyzetben voltam, amiben a Márki-Zay Péter volt 22-ben, az én, megmondom őszintén, én úgy érzem, hogy amikor valaki hasonló helyzetben van, oda megy ahhoz a kibaszott ördöglakathoz, és megpróbálja kinyitni, miközben két oldalról mocskolják, és öntik rá a szart. Becsületbeli ügy odaállni mellé. Érted? Nem. Mert voltam ebben a helyzetben, és tudom, milyen ebben a helyzetben lenni, és tudom azt, hogy ez mennyire kiszolgáltatott helyzet, és tudom, hogy mennyire fontos közfeladat, és tudom azt, hogy mennyire nem vágyik ebbe a szerepbe senki, és nincs olyan kurva nagy választék azokból, akik ezt meg akarják próbálni. Na szóval csak ezt akartam. Nem értek veled egyet. Okay. Minden tiszteletem ellenére. Okay. Értem ennek az étoszát, okay. És most nem trollkodok, Robi. Most nem trollkodok. Csak meg kéne, hogy mondjam, te egy azonos szituációban levő emberrel pusztán csak azért, mert azonos szituációba kerültetek. Én meg úgy vagyok, hogy téged ismerlek 18 éve. Egyébként mégse álltam. Én nem voltam ott a Konok meg ezek mellett. Nem álltam melletted. Nem álltam föl a szekérre, nem mentem oda. A kampányodban tudod, hol voltam? A legvégén sörözni. És jól be is basztam. Tettem én. És elmondtam neked az elején, hogy nem fogok belemenni, de én más szempontból meg mindig melletted voltam mindenben. Tettem én neked eddig valaha is szemrehányást. Nem is azért hoztam föl. Na. Ez most nem is személyes megjegyzés volt, hanem én, aki az egyik legjobb barátod vagyok, bazd meg, és nem tegnap óta ismerjük egymást. Érted? A 18. éve... Miért nem vettem részt a kampányodba? Szerinted miért nem vettem részt a kampányodba? Hiszen a barátom vagy, bazd meg. Nyilván féltetted a... Na, az állásomat, nem, a karrieremet, a minisztériumot. Nem. Féltetted a személyedet, ami alapvetően egy kulturális természetű szerep. Lehet, hogy van... Féltetted a politikában a közvetlen... direkt, frontális politikai harcban való részvételtől. Igaz. Nem az egyetlen ok volt, de az biztos, hogy 50%. A másik 50% pedig teljesen reménytelenek tartok minden ilyen ügyet, hiszen korábban az LMP-ben miért adtam az arcomat? De a mém, én sem hittem, hogy főpolgármester leszek. Én sem hittem, hogy van esélyem. Ahhoz a kampányban a
Tarlós Istvánnak agyvérzést kellett volna kapni, de már akkor, amikor már nem lehet újat jelölni senki helyett, igen, ahhoz, hogy nekem esélyem lehetett volna abban a kampányban. Arról van szó, hogy a mém önmagában. Értem. Az a mondás, hogy ellenzékváltás. Mit csináljak, bazd meg? Én szerintem, nekem ez a meggyőződésem, ez az ellenzékváltás, ez egy nagy nemzeti ügy. Tudod, mi az igazság? Az egyetlen olyan igazi nagy nemzeti ügy, amitől Magyarországon politikailag változás remélhető. És amikor ezt valaki megpróbálja, amiben hiszek, abban az ügyben, amiben hiszek, éppen valaki megpróbálja, alapvető becsületbeli ügy a szolidaritás. Na. Ja. Kivéve, ha totál reménytelennek tartod. De ha totál reménytelennek is tartom. A hülye gyerek felszáll a biciklire. Természetesen pofára esik. Eltöri a szemüvegét. Akkor másodszor felszáll a biciklire, úgy van vele, hogy a faszom, bazd meg, hát itt van mit veszítenem a szemüvegem. De az itt csak felszáll a biciklire, megint pofára esik, megint eltöri a szemüvegét. Akkor tudod? De akkor már volna, a karját is eltöri. Akkor már mondhatod volna Viszockinak a kötéltáncot. Akkor tudod? Már a karját is de azért talán elviseli ez a rendezvény, hogy én most nem a Viszockinak a kötéltáncot. De az mondom. Volt, ami régi. Értem, de hogy igen, az volt, de hogy most akkor mondjuk ezzel a képpel élek, hogy a bicikliző hülye gyerek megint elesik. Na most, amikor harmadszor elgondolkodik, hogy érdemes-e felszállni a biciklire, és azon gondolkodik, hogy bassza meg én, azért még veszíthetek, bőven, van mit. Azaz. Még veszíthetek, pofára esek, tudod, és nem ül föl. A kurva életben nem tanul meg biciklizni. És bizonyára vannak olyan barátai, akik nem bicikliznek, és azt mondják, hogy sose tanulsz meg, baszd meg. Aha. Tudod? Ja. Azt tanul meg biciklizni, aki jobban akar biciklizni, mint amennyire fél a következő pofára eséstől. Az újra fölül, baszd meg. Én mi lesz, ha megint pofára esek? Hát vállalom a kockázatot, baszd meg. Aztán majd egyszer sikerül. És a pofára esésbe, bocs, mert ez, amit most elmondta, ezzel nem lehet, azért elég jó fasz a manipulatív csávó vagy, elég jó szónok, rétor barátom, tehát így születtél, ismerünk, de ezzel nem lehet szinte nem egyetérteni, amit most elmondtál. De Vona Gábor, Márki-Zay, Puzsér meg magyar, ez négy annyira kibaszott különböző dolog, hogy azért ez is egy tényező egy választásnál. De nem is nem baj. Lehet ennyire kurvára különböző figurákat, bazd meg, összevonni pusztán a szituáció véget. De ugyanaz az ember nem fogja tudni kirakni, vagy kinyitni az ördöglakatot, aki már próbálta és nem sikerült. Na, náhogy más. Ezt hívják úgy, hogy evolúció. Jaj, jöjjenek is újabb és újabb emberek, és próbálják meg. Talán egyszer sikerül, talán nem. De van jobb dolgunk? Igen, van jobb dolgunk. Nyilván bazd meg a kultúra, meg mi egyéb. De tényleg az a tény, hogy az ördöglakat kilakásával bíbelődünk, az minket kevésbé tesz kulturális lényé. Vagy attól mi kevésbé érvényesen szólunk hozzá, nem. Valláshoz, kultúrához. Ez csúsztatás volt, nem, természetesen nem, és nem is állítottam ilyet. Csak azt mondtam, hogy a nagy közönség szemében elveszthetjük a hitelünket, és akkor kevésbé tudunk transzmitterei vagy gerjesztői, átadói lenni azoknak az értékeknek, amikben egyébként hiszünk, és az nem napi politikai érték, Robi, bazd. Szerintem meg nem veszíthetjük el a hitelünket. Szerintem azzal, hogy tévedünk, nem veszíthetjük mi el a hitelünket. Mi ketten egyébként ki... Szerintem azzal jó. Veszíthetjük el a hitelünket, ha hazudunk. Azzal elveszíthetjük a hitelünket. Ha spekulálunk, ha gondolkodunk, hogy hogy menthetnénk meg a hitelünket, azzal talán elveszíthetjük. Azzal, hogy hiszünk abban, amiben amúgy hiszünk, és megvalljuk azt, amit amúgy vallunk, és segítjük azt, amitől a hitünk teljesülését reméljük, még ha nem is teljesül, még ha rá is baszunk, nem hiszem el, hogy a hitelünket elveszíthetjük. Lehet, hogy veszíthetünk vele, de amit ezzel elveszíthetünk, azért nem hiszem, hogy kár. Láttad a Misszió című filmet? Robert De Niro és Jeremy Irons, a másik. Egy icipicit, bár kurvára nem akarom hozzájuk hasonlítani magam, mert azért ennyire nem vagyok beképzelt, de valahogy most ez a mi opozíciónk hasonló a kettejükhöz. Melyiknek volt ott igaza? Emlékszel rá.
Látta valaki azt a filmet? A misszió. Jezsuita szerzetesek, akik a indiánokat mentették a rabszolgatartóktól. 18. század, Brazília. Vagy az a terület. Abban már benne volt a katolicizmusnak ez a baloldali szelleme, abszolút, ami aztán lett belőle. Amerikában, az óceánnak azon a partján baloldali a katolicizmus, ezen a partján meg jobboldali. Az egyébként egy dráma, és egy magyar származású jezsuita is volt azok között, az eredeti igazi történeti figurák között, mert a film természetesen ez egy kiszínezett. De itt most hagyjuk a történelmet. Valahogy engem kettőnk mostani vitája emlékeztet arra, egyik se gazember ott, és egyik se megalkuvó. Emlékszel a Robert De Niro útjal, te vagy a Robert De Niro egyébként most abban az izében, meg a Jeremy Irons, és az úgy hal meg, hogy még látja, hogy a barátját, vagy vitatársát is lemészárolják, és nyugodtabban hal meg. Tehát a semleges, a békés úton járó, a kivonuló is rábaszott. És akkor megérti, hogy nem volt választás a soha. Nem volt választás. Ha most cinikus lennék, azt mondanám, akkor mi vagyunk, te vagy a rossz zsarú, aki pofozol, én meg a ki cigarettával kínál. És az a poén baszki, hogy kapok néha fenyegetést még én is. Aki soha nem álltam be így emberekbe, mint te, nem az én nem azért, mert gyáva vagyok, hanem egyszerűen nem az én stílusom. És nem, Robiba például nem szeretem ezt, sose szeretem. Bizonyos magyarság deficit nálad is jelentkezett. És hát bazd meg, olyan rendszerváltás előtt jobber voltam, amikor ezek a szarháziak vagy még meg se születtek, vagy kádárseggét. Vagy már akkor is kommunisták voltak. Vagy kádárseggét nyalták. Már akkor is kommunisták. Vagy kádárseggét nyalták, és akkor tudod, ezek fenyegetőznek, hogy én milyen ilyen, meg olyan. Nem kapok sok ilyet, de még én is kapok, bazd meg. Aki nem konfrontálódok, aki elmegyek a Fidesz rádióba, aki normálisan beszél velem, mert mindenkivel. Normálisan beszélek, érted? Még én is. Tehát itt a pitbullok, meg a izék, ezek a szarháziak, így van, tehát látom ezt. Na, ennek kapcsolatban rátérnék egy valamire, mert szerettem volna erről beszélni, nem önmagáért és öncélúan. Tegnap előtt megnéztük a Berettyán Nándor rendezésében a Nemzeti Színházban az István Király című kamaradarab, mű, ilyesmi, történelmi dráma, de ilyen klasszikus történelmi dráma, ilyen korhűt utánozó, szimbolikus jelmezekben, kereszténység, pogányság, stb. Ez Sík Sándornak a drámája, aki egy háború előtti költő és hát drámaíró volt, egy nagyon-nagyon mélyen katolikus figura, és nagyon mélyen nacionalista, de nem ez a, most ez alatt jót értek, tehát ilyen nemzeti zsidó származású, a nyilasok alatt bujkált, bazd meg. Mélyen katolikus volt, mélyen nemzeti érzésű. És ez a darab nagyon hasonlít Szabó Magdának az a Szép Fényes Nap című darabjához, csak ott az Géza István között van a izé, ez meg már az öreg Istvánról szól. Az öreg István király, aki halni készül, és mi legyen az országgal, meg az ő egész művével. És a utódja, a Velencei Péter, Orzó Leó Péter, az egy hidegszívű, gyarmatosító, magyar ellenes, tudod, itt kereszténység lesz, itt nyugat lesz, de minden nemű empátiával, és kiírtunk minden pogányt, ha kell, az országot kiírtjuk, és a német-római császár a jóba van, stb. Stb. A darabbeli Péter egyébként egy fokkal pozitívabb volt, mint az igazi Péter a történelemben, mert az egy végtelen szarházi volt, ez meg legalább itt, ez legalább egy fasiszta volt, vagy a faszom tudja. Na. És a másik meg Vazul, és István Vazult akarja, kihozatja a börtönéből, és Vazult akarja, mert az utolsó Árpád rajta kívül neki nem született ugye unokája, mert Imre meghalt gyermektelenül. És a Vazul nem hajlandó egy büdös, megáltalkodott álkeresztény pogány, aki pogánymódon él, neki az a magyarság, és a konfliktus lényege az, hogy a kettő között, amit én régen birodalmi nacionalizmus, vagy szitja nacionalizmus versus birodalmi progresszivizmusnak neveztem, nincs választás, és az István összeroppan ebben,
hogy lehetetlen ezt az országot. És akkor még megtudja, hogy azért nem lett unokája, mert Szent Imre szűz házasságba ért a feleségével beteges módon ilyen kereszt, mint egy harmadrendi szerzetesek, bazd meg, és ezért nem lett unokája, és ez már neki végleg betett, ráadásul Péterrel akart összeházasítani a mennyét, hogy így legalább Péter talán magyar lesz. Vazul nem, azt ráadásul nem is ő vakítatta meg, hanem Péter, mindegy. Lényeg az, hogy már a polgárháború kitörőbe, már Aba Sámuel külön, Vata jön, izé jön, stb. Természetesen történetileg ez nem hiteles és nem hű. Iroda, ez egy tézis dráma, de geci jó. És akkor azt mondja, hogy ürítsék ki a kincstárat, a pénzt adják a szegényeknek, a pénz másik feléből vásároljanak gyertyákat, világítsák ki az összes templomot, tudod, ilyen világvége hangulat, a börtönöket nyissák és engedjenek ki mindenkit, és akkor fölajánlja a koronát Szűz Máriának, mondván, hogy ez az ország istené. Ezt ember nem vezeti. De bazd meg, ez úgy jött, mint az Isten városa. Hogy az a brazil film, meg amit Jung kapcsán mondtam, Jung írja, hogy egy afrikai utazó írja neki, hogy uram, ez az ország istené. Ez azt jelenti, hogy itt nincs, nem lehet emberi uralkodó, nem lehet bazd meg rendes törvény, semmi. Itt csak a sors rendel. Az Isten kezébe vagyunk. Én még bazd meg azt, hogy a Szűz Mária országa vagyunk, ilyen magyarázatba még kisek találtam volna. Bazd meg, a könnyem kicsordult, a szőröm fölállt a végén, érted? És eszembe jutott, és nemzeti szín az Fidesz, eszembe jutott, amit mondtál, hogy pátosz versus katarzis, a jobb oldal a hamis pátoszt, szóval pótolja a katarzis, nekem ez katarzis volt. Katarzis, bazd meg. Tehát maga ez a gondolat, hogy ezért vagyunk Szűz Mária országa, bazd meg, mert hát Isten városa, tudod. Eszméletlen geció volt. És ez ilyen, ja, és nem volt István király Orbán Viktor. Pedig a játszotta, a mostani színművészetének a igazgatója, hogy hívják? Csak nem a Vidnyánszki. Nem, de hogy... Ja, ő a nemzeti igazgató. Aki a különös viszonyokban volt a fiatal csávó, nem ismerte. Ki a izének a színművészetének az igazgatója? Rátóti Zoltán. Uh-huh. És nem volt rossz, és jó István király volt. Érted? Nem volt nyálas. Az eredeti darab egyébként kicsit túlírtabb és dagályosabb. A Berettyán leszikárította, és a dramaturgiát kiegészítette ilyen, nekem a régi Jancsó filmekre emlékeztető ilyen táncos koreográfiákkal. Kurva jó volt. Én egy izére számítottam, tudod, úgy megyek oda, mert a rendezőt ismertem, hogy majd milyen udvarias izét kell mondjak, tudod, hogy hogy valamit, hogy ilyen nemzeti izét, pátoszos szart, és akkor tudod, a haveromnak mondom, hogy érdekes volt, tudod, a csúnya nőknél érdekes arca van, érdekes volt az előadás, és bazd meg, katarzis volt, de annyira, hogy még másnap is így beleborzongtam ebbe a gondolatba. Berettyán rendezte? Ja. Hát én fiatal csávó, még kialakulatlan, de van benne spiritus. Tudod, mi jut róla eszembe? Meg úgy a egész személyiségéről, mert most már volt alkalmam párszor személyesen. A Kassai. Fiatal Kassai, csak egy másik szakmában. Ez aki nincs benne gyűlölet, mindenkivel szóba áll, utálja a kultúrharcot, várjál, mélyen őszintén hisz a küldetésébe, és még vallásos is, de nem ilyen, hát amikor sörözünk, akkor bazd meg, van meg, de hogy görög-katolikus, és úgy is él. Tehát ezt a csávót tudnám egyébként a NER egyik szélére tenni, és mondjuk a DJ-eszéket, kulturális alapon, most nem politikai, most direkt nem a megafont mondom, és mondjuk a DJ-eszé a NER másik széle, vagy a elszabadult hajóhágyú, hogy ez a, tudod, az a nagyon trash.
Tehát, bazd meg, a NER sem ennyire egy... Nyilván nem. Nyilván, nyilván nem. Tudod, de nincs is, nem is lenne egyébként a népnemzeti kurzussal a világon semmi baj, hogyha nem totalizálódna. Tudod, ha leváltható lenne, és akkor tudod, ennyi. Tehát, nem, még mondtam is a Nándinak, hogy olyan jó lenne, már ellenzékben lennétek, bazd meg, sokkal könnyebben haverkodnék. És tényleg? Tényleg. Ja. Na mindegy. Szóval, de visszatérve a koncepcióra, bazd meg, mert ide tartozik, hogy ez az Isten városa vagyunk, vagy Mária országa, a szó nem abban a klasszikus magasztos érte. Jó, a boldogasszonyhoz köze volt, mert ráadásul március 26-a az a boldogasszonynak az napja, de hogy, és van benne egy pogány, de tudod, ez a Isten kezébe vagyunk. Na, ezt viszont valahol szembeállítanám azzal, amit mondtál, így jutott eszembe az egész, hogy Isten, ha Isten kezébe vagyunk, akkor miért nem hagyjuk a picsába Istenre? Mint a öreg István a tézis drámába. Érted, igen, amit mondok? Nem úgy vagyunk az Isten kezében. Az Orbán Viktor van az Isten kezében, az ország meg az Orbán Viktoréban. Így vagyunk, na, jó, az Isten, hát, kezében. Az meg, hát ez egy ilyen áttételes, igen, módon vagyunk, na, az Isten, igen, kezében. Hát tulajdonképpen Isten kezében vagyunk, de elsősorban Orbán Viktoron keresztül és által. Ez volt az Apu, azért iszik, mert te sírsz.